Az Akvinkumi Múzeum 1894-ben itt Óbudán nyitotta meg kapuit, tulajdonképpen a főváros első saját alapítású múzeumaként. Ez Európában is egy nagy szó volt, hiszen itt nyitották meg az első olyan romkertet, ásatási területet, amely antik romok közelében múzeumot mutatott be. Az elmúlt csaknem 120 év alatt az Akvinkumi Múzeum kezdetben ásatási terület volt, majd romkerté fejlődött, manapság viszont már régészeti parkról beszélhetünk. A régészeti parknak csaknem 6 hektáros a területe, ez az Akvinkumi polgárvárosnak csak mintegy egy negyedét, egy harmadát foglalja magában. Magunkhoz vonzunk, vagy igyekszünk magunkhoz vonzani az egészen kicsi látogatókat, a nagymamákig, nagypapákig. Ugyanakkor gondot fordítunk arra is, hogy az érdeklődő laikusok is megtalálják a múzeumban a számukra fontos látnivalókat, illetve a szakemberek is találjanak csemegét. Ezt szolgálják a múzeum állandó kiállításai a Róma Akvinkumban, ahol a híres akvinkumi orgona is látható, illetve a helytartói palotával kapcsolatos emlékek. A látványraktárunk, ahol mintegy 1500 római kori és őskori tárgyat tárunk a látogatók elé, valamint ezt szolgálják az időszaki kiállításaink is, amelyeket egy évben kétszer szoktunk megnyitni. Ezek a kiállítások részben a római életmódot mutatják be, részben pedig az aktuális régészeti feltárásokkal kapcsolatos emlékekről szólnak. Az Akvinkumi Múzeum 2012-ben fejezett be egy nagyszabású Európai Uniós támogatással megvalósult projektet. A projekt a KMOP pályázat keretében, azaz a turisztikai attrakciók fejlesztése témában kiírt pályázaton indult. A múzeum számára ez egy nagyon nagy lehetőség volt, hiszen az elmúlt 20 év alatt néhány a korábbi múzeum területtel, szomszédos területet sikerült megkapnunk, és ez a projekt lehetőséget biztosított számunkra arra, hogy múzeumi funkcióba vonhassuk be ezeket a területeket. A pályázatnál arra is figyelmet fordítottunk, hogy a lehetőségekhez képest azokat a látogató barát és az új múzeumi elveknek megfelelő vonzerőt vessük be, amelyeket eddig az Akvinkumi Múzeum nem tudott megvalósítani. Például felépítettük ezt a mögöttem látható római kori lakóépületet, lakóházat, ami tulajdonképpen egy demonstrációs elem. Itt a romterületen lévő alaprajzok nyomán berendeztük az épületet, és egy tőlünk már régóta elvárt rekonstrukciót hoztunk létre. Az épületrekonstrukción túlmenően létrehoztunk a kiállítási épületben egy virtuális élményteret, amiben 4 római kori alapokra és hiteles kiállítási tárgyakra épülő videójátékkal szórakozhatnak a kicsik és a nagyok, mert legutóbb nagymamákat is láttam a játékkal játszani. Ugyanitt a kicsiknek egy játékteret létesítettünk, a területen felállítottunk egy újabb kronoszkópot, amelybe bepillantva a látogatók a 3. századi Akvinkumot úgy láthatják szemük előtt, mintha adott helyen és időben tekintettek volna le a városra, és létrehoztunk egy mitológiai játszóteret is, ahol a legkisebbek játszhatnak addig, ameddig az ismereteket szüleik megszerzik. Az Akvinkumi Múzeum története
folyamatos fejlesztések története, és mi ezzel a haladó hagyománnyal nem is szeretnénk szakítani. Éppen ezért már akkor, amikor a 2012-es EU-s projektünk befejeződött, már akkor előkészületben volt a következő terveink. Az egyik az Aquincumi Múzeum egyik ékkövének tartott, úgynevezett Symphorus Mitreumnak a rekonstrukciós helyreállítása. Ez az az épület, amelyben most állunk. Itt egy állandó kiállítást szeretnénk létrehozni. Valamikor 2016-17-ben tervei elkészültek. Szeretnénk bemutatni itt az Aquincumi Mitrász emlékeknek a nagyon gazdag leletanyagát, amely Európában is párját ritkítja. Különös tekintettel a kultuszszoborra, a bikaölő mitrászra, amely pillanatnyilag nem látható, és ezt szeretnénk elsősorban bent a szentély belsőben bemutatni. A másik programunk szintén szerves folytatása a 2012-es EU-s projektnek, amely itt a romterületen belül, a régészeti parkon belül alakított ki különböző helyszíneket, élménypontokat. Most azt értük el, hogy a múzeum nagyon gazdag, látványos, rendezett területtel rendelkezik, viszont a kerítése, az a keret, amiben ezt az égkövet belefoglaljuk, hát az elég romos, és szeretnénk ezt a keretet újjá varázsolni, és nem is kerítésként, hanem egyfajta információs keretként megújítani, amikor a látogatók, ha csak körbejárják is a múzeumot, már számos információval lehetnek gazdagabbak a múzeumról.